Gózáporó szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Goal a terapeuta YouTube csatornáján. Én Bíró Dávid vagyok, és a mai este folyamán a scouting témakör köré szedjük össze a gondolataimat. Ebben lesz egyébként segítségemre a Nagy Keró blog és annak szerkesztői Vilmos és Soma. Sziasztok, üdvözlök a műsorban. Hello, sziasztok. Sziasztok, üdvözlöm a terápián résztvevőket! <laughs> és most közben mondom a kedves nézőknek, hogy akinek egyébként lenne gondolata, kérdése, az itt az oldalt, a cseten fel tudja tenni nekünk a kérdéseket, a hozzászólás, a kommente, oda fogunk figyelni rájuk, és ami olyan eset, beolvassuk, esetleg válaszolunk, hogyha kérdés érkezik. Na, de ennek a műsornak volt egy előzménye, akkor még ugye a rádióban dolgoztam, és akkor kiemeltünk tíz játékost az NBA-nek, akire azt gondoltuk, hogy remek igazolás lenne, és ezek azért elég jó arányba be is váltak, úgyhogy egy kicsit elemezzük, hogy kiből mi lett, vagy akár úgy is mondhatnám, hogy miből lesz a cserebogár. Oké, okay, visszanéztük ezt a top 10-et, és hát úgy jól mondtad, hogy nagyjából ilyen 75-80 százalékba beváltak a srácok. Most akkor így végigmennénk rajta konkrétan, hogy kikről volt szó annak idején. Um, akkor kezdjük az egyik kedvencünkkel, Alfredo Morelos. Ő, annak idején a finn, finn bajnokságban figyeltünk fel rá, és miután a műsorba lement a Srác, ma ott nagyon sok gól termető, egy csatár, 1,77 magas, U20-as U20 kolumbiai válogatott, volt már akkor is, 21 éves mindössze, nagyon sok gólt termett, kilógott fölfelé a, a Finn ligából, és miután lement a műsor, azután elvitte a Rangers, már akkor lehetett hallani róla plegykákat, és elvitte a Rangers, és szépen lassan bejátszotta magát a, a csapatba, a skót első ligában most, és konkrétan les, lesnem kell, hogy mennyit, de 31 meccsen játszott, bocsánat, 43-an összesen a kupa mindent beleszámítva, és 18 gólt és 8 gólpaszt osztott ki, és a második a góllövő listán, tehát Skóciában. És a kollégám ma mondta, hogy azt hiszem a besiktással hozták szóba. Úgyhogy azt hiszem, hogy jó lett volna. Arra van egyébként -e információt, hogy mondjuk a piaci értéke mennyivel ugrott fölfelé? Hát ugye a transferre tudunk mi támaszkodni, akkor azt hiszem, hogy nem emlékszel, soha mennyi volt? 800-500 körül volt, azt hiszem 500 ezer euró volt akkor még a Finnországban, és most most 1,75-re írja a, a transfer, majd, de hogyha most ugye beszik, ezt megveszi, szerintem az még felje fog ugrani, mert általában ugye piaci ablak után szoktak módosítani. Azt hiszem akkor tényként kezelhetjük, hogy egy megfelelő igazolás volt. Na, akkor nézzük a többieket. Igen, a, más, a másik is nagyon szerintem jó lett volna, Ken Sema, ő egy, bocs, most is lesnem kell, ő, ő Svédországban játszik, svéd válogatott is, és azóta a csapata az Östersund, ismerős lehet az Európa Ligából, ők, ők verték meg, megverték az Arzenát, ugye, ha jól emlékszem. Igen. És Ken is nagy szerepe volt ebben, ő egy ilyen szélső, 24 éves, nagyon jól cselező, gyors, ilyen kreatív játékos, és már ötszörös svéd válogatott is azóta. Valószínűnek tartom, hogy el fogják őt is vinni. Most jelenleg, pár nem nagyon friss a transfer, egy millióra írják az árát, de akkor kevesebb volt, ha jól emlékszem. Úgyhogy szerintem ő is abszolút jó lett volna. Na akkor nézzünk egy olyat, akire azt mondjátok, hogy hát ő nem száz százalékig bevált, de mondjuk, hogy jó igazás lett volna ők is, vagy ő is. akkor, akkor marad nálam a szó. A Mohamed Abu, ő azt hiszem, hogy hát ilyen semleges, mert ő, ő, ő azt hiszem, hogy te igen, Amerikában, Kolumbuszban játszik most, és hát úgy van, amikor bent van a csapatban, a kezdében van, amikor nincs de én továbbra is tartom vele kapcsolatban, hogy, hogy, a magyar mb 1 szerintem bőven jó lenne. Tehát ő, ő ilyen védekező középpályás, ilyen alacsony, nagyon jó labdái voltak annak idején. Igaz, hogy, igaz, hogy a Kolumbuszban nem nagyon láttam, hogy hogy játszik, de, de szerintem az ember 1 abszolút rendben lenne. Úgyhogy ő ilyen semleges. Tartja okay. az árát. Soma? Na én is mondok kettőt, hogy én is szerepeljek valamit, ha már itt vagyok. Az Andrei Galabinov, ő, hogyha jól emlékszem, akkor amikor beszéltünk a széria B-ben játszott a Novarában, azóta egyel előrébb lépett, a széria A-ba van most. Nem játszott olyan baromi sokat, 1130 perc. Tehát azért mondjuk a nagy Ádámnál valószínűleg többet játszott. 20 meccsen három gólt, meg két gólpaszt kalapált össze, de hát ez egy igazi ilyen tank csatár, inkább a védők fárasztásába, ugye a lefejelt labdákba ezekbe van otthon. De hát minden esetre ugye egy osztályt följebb lépett a széria, ez meg már tényleg komoly szint. Rendben. Összességében azt tudjuk mondani egyébként, hogy az általatok kiválasztott, vagy beállított játékosok akkor megfelelnének az NBA-ben, vagy minimum így nagyon jó befektetés lenne, akár mondjuk az egy vagy két szezonon belüli további értékesítés szempontjából. Hát igen, igen, egynél volt egy szívrohamunk a Srác kapcsolatban, akkor azt elmondom gyorsan. Az, egy, az egyik legjobbnak tartott egy a pályán nyújtott teljesítmény alapján Kingsley Sarfo volt, még a svéd másodosztályban figyeltünk fel rá. Nagyon jó kis védekező középpályás volt, hasonló ehhez az um, Abuhoz, ő is nagyon jó labdái voltak hosszan, és nagyon jó passzolt, nagyon jó tartotta a labdát. El is vitte, ugye svéd másodosztályból, elvitte Malmö, aki többször svéd bajnok, el is kezdett játszani a svéd első osztályban, és akkor történt egy szörnyű eset, hogy ugye nyilván ez, ez a pályányújtott teljesítményéből nem következtettettünk erre, hogy erőszakolós ügybe keveredett, és eltiltották. Úgyhogy Úgyhogy azóta, azóta ö, leesett nyilván az ára, ö, és most folyik ellene az eljárás. Ez milyen aranyos megfogalmazás, hogy olyan ügybe keveredett, nem? <laughs> hát folyik ellene az eljárás, tehát nincs bizonyítva, tehát nem tudom. De minden esetre el van tiltva. Mm. Jó, hát nyilván nem mondhatjuk, hogy bűnös, de azt sem mondanánk, hogy teljesen ártatlan. Igen, nyilván ha, nem véletlenül vették, vagy van őrizetben, vagy hát nincs pályán. Rendben. Na, akkor menjünk, a, menjünk, rá a scouting témára, ez igazából csak az, az önmagunknak a bizonyogatása volt itt a műsorra kapcsolatban. Nem is régen foglalkoztatok a moneyball jelenséggel, ami egy baseballos ilyen struktúra átvétele a futballban, amit egyébként néhány klub is működtet. Tehát ezzel kapcsolatban írtatok cikket is, meg volt ugye videótok is ebben a témában. Igen, ezzel a témával sokat foglalkoztunk a Hát a maniból röviden ilyen adatbázison alapuló ilyen metódus, a, aminek az a, cél, a, az a célja, hogy ilyen alulértékelt játékosokat felfedezzenek mindenki előtt. Statisztikai alapon szűrik a játékosok teljesítményét, és, és akkor ezek alapján szűrnek. Hát igazából a kifejezés maga az Amerikából, származik Michael, Michael Lewis könyvéből, aki feldolgozta azt a sztorit, amikor a, az Oaklandi baseball csapathoz Billy Bean ment vezetőedzőnek, vagy hát ilyen menedzsernek, nem tudom pontos megfogalmazását, és ő kezdte ezt alkalmazni, találkozott egy, egy matematikussal, aki felvetette neki ezt a, ezt a metódust, hogy számok alapján és statisztika alapján keresenek játékosokat, ilyen alul, nagyon alulértékelt játékosokat. És az elején így akadozott, van, van is erről egy film, Brad Pitt főszereplésével, Fred Pitt, igen. 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 és az elején akadozott a gépezet, de aztán nagyon beindultak, és ilyen liga csúcsot döntöttek, és ez, ez a moneyball ez onnan származik, és igazából ez hát nagyon lassan, de át átszűrődik át a futballvilágába is és már elkezdték néhány klubmodellben alkalmazni ezt a dolgot, a Brentfordot lehet előhozni, a Championship-ben játszanak, illetve ugyanazzal a tulajdonossal a Mithilland. Mithilland, Mithilland, igen. Mithilland, igen, <coughs> igen, úgyhogy... <coughs> It, it, ez, a, ez a metódus egyébként mitől új, tehát oké, hogy statisztikákra alapozzák a dolgot, de mondjuk mást vizsgálnak meg, tehát hogy más statisztikai adatokra figyelnek oda, vagy pusztán csak azt nézik, hogy az adott statisztikában milyen kiugró teljesítmények vannak, ami mondjuk egyébként szabad szemmel fel sem tűnik egy aktuális edzőnek, vagy játékos megfigyelőnek. Soba. Hát itt azt hiszem, hogy a, tehát nem is maga a metódus a, az újdonság, mert, mert tehát ez, ez bárki használhatja, viszont az a nagyon fontos, hogy hogyan interpretálják ezeket a, az adatokat. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy megnézzük, hogy kirúgta a legtöbb gólt mondjuk a, a Skót első osztályba, és akkor őt el lehet vinni a Premier league -be. Ugye itt nagyon sok minden függ attól, például van egy, egy baromi érdekes interjú, amit illannak a volt head of scoutjával ő arról beszél, hogy, hogy, ők nem azt nézik meg, hogy ki az, aki nagyon sok gólpaszt például, hanem megpróbálják ezt ugye úgy interpretálni, hogy, hogy például korrigálják ezt az adatot azzal, hogy az adott csapat, ahol játszik a játékos, az mennyit birtokolja a labdát. Ugye, hogyha többet birtokolják a labdát, akkor jó, jóval több esélye van a játékosnak gólpaszt tehát ezek e, igazából, amik a, a Moneyball alapját adják, tehát nem maga a, a statisztikai módszertan, hanem az, hogy, hogy mit bírnak ebből kivenni. Tehát mondjuk egy védekező stílusban játszó csapatnál egy magasabb átlag szerelési, szerelési szám az nem is biztos, hogy annyira jónak számít, mint mondjuk egy támadó csapatnál mondjuk egy, egy valamivel kevesebb statisztikai összeg, itt erről beszélhetünk? Hát igen, például ugye a védekező játékosoknál ez nagyon ö, nehéz kiszűrni, illetve helyes módszer kell hozzá, hogy, hogy lássák, hogy tehát milyen magasan védekezik például egy csapat, ugye rajtad egy barcelona ez van. Igen. Ugye a, a pikének valószínűleg viszonylag kevés tisztázása van meg szerelési kísérlete, hiszen ők teljesen másik stílusban játszanak, tehát ő, ő egy ilyen proaktív védekezésbe nyilván nem fogja a, a tisztázásokat kimaxolni. Tehát ez, ezeket is ugye figyelembe kell venni, hogy igen, a mélyen védekező-védekező stílusban játszó csapatnál melyik az, az a mutató, ami a védőnél fontos. Viszont adott esetben egyiket a kulcspasszok száma, viszont a Barcelonánál például a középhátvédeknél is lehet viszonylag magas. Igen, természetesen, tehát ez a, ugye a proaktív játékból adódik. Mi, miért, miért van ez összefüggésben a matematikával egyébként? Tehát, hogy hogy ehhez... ehhez azt mondjuk, hogy a matematikus kellett, hogy ezt az egészet kidolgozzuk. Ez pusztán arról van szó, hogy a baseballban kellett matematikus, vagy a futballban is egyébként ez, ez tényleg szintiszta matek. Hát azért Amerikában azért tudni kell, hogy jóval előrébb tart ez a statisztikai szempontú megközelítés, ott mindent, mindent szinte lejegyeznek, és mindenről van statisztika. A, a matematikus szemlélet az igazából Hát nagyon hasonló a futballhoz, hogy a, a, hogyha veszük a scouting világát, akkor ott az a scouting, ugye minden csapatnál van, van egy-két-három megbízott ember, és a, a scoutok általában kicsi szubjektív módon döntenek arról, hogy most ez a játékos megfelel, milyen értékelést írjanak róla, mi alapján ítélik meg, tehát a, a szubjektivitás mindenképpen benne van, az ítéletükben, és egy, és egy csomó, ezáltal egy csomó olyan játékos elveszhet a rendszerben, akikről utólag kiderülhet, hogy mégis jól teljesítenének ők, vagy, vagy pont rossz mérkőzésen látta mondjuk ez a scout, de, de miatt sikat, és és így vesztett a klub egy potenciálisan később értékesíthető játékost, értékes játékost, úgyhogy a, úgy a már egy pár nevet egyébként, akik, akik, mondjuk ez alapján, a metódus alapján lettek felfedezve. Például Kanté, őt mindenki ismereti, hogy, hogy a francia másodosztályban ilyen, ilyen, adatok alapján tűnt fel, hogy a, az interception nagyon jók voltak, kimagaslóak, illetve a, a szerelései, meg, meg, meg nyilván úgy van, tehát hogy a védekező középályás keresnek, akkor bizonyos ö, eseményeket néznek elsősorban, tehát hogy a, a megelőző szerelései, a szerelései, ö, tehát nem, nem ö, fontos például a képassz, tehát hogy a kulcspasszai nagyon magasak legyenek, így ö, fókuszálnak bizonyos ö, eseményekre, posztok alapján. És ö, nála ugye ezek, ezek voltak nagyon jók, ö, felfedezte a a Leicester el is vitték, és ugye onnantól tudjuk a, a, történetet, két bajnoki cím, és utána Chelsea is elvitte, de hát ott már nem volt nehéz kiszúrni, egy a Leszterben rohadt jó, tehát a nagy lépés azt a Leicester csinálta, hogy, hogy a francia kettőből kiszúrta. Igazából ez a Moneyball rendszer akkor működik megfelelően, vagy akkor működhet tökéletesen, ha egy adott csapatnak van egy adott stílusa, edzőtől függetlenül, sportigazgatótól, vezetőtől függetlenül, akik tudják, hogy bizonyos posztokra milyen karakterű játékosokat keresnek, és akkor azonnal tudják, hogy az adott játékosnak melyik az az 5-6 olyan készsége, vagy képessége, amivel neki kimagaslóan kell teljesítenie. És az alapján könnyebb megkeresni azt a játékost, aki mondjuk megfelelő az adott bal hátvéd pozícióra, középcsatár pozícióra, vagy akár kapusposztra, és így statisztikák alapján könnyebben kiszűrhető az, hogy jó vagy rossz igazásról beszélünk. Jól, jól beszélek? Igen, szerintem ez itt a, az imént említett interjúban is ez a része van kiemelve, hogy az, az nagyon fontos, hogy az adott csapatnak milyen profilú játékos kell. Tehát ezt, ezt feketén-fehéren meg kell mondani, mert, mert egyébként, tehát ezekből szoktak lenni a, az úgynevezett flopok, a be nem vált igazolások, hogy nagy hírnevű, sok gólt sok kulcsfaszad, viszont egyáltalán nem illik ugye a klubnak, a, a csapatnak, vagy éppen az edzőnek a filozófiájába. Tehát ez is az a, egy olyan dolog, amit a, ugye a scoutnak meg kell értenie, hogy hiába jó szerint a játékos, hiába van tehetség egy bizonyos dologhoz, hogy egyszer nem őt keresi a, a klub. Magyarországon érdemes lenne alkalmazni ezt a, ezt a maniból rendszert? Hát, hogy te mondtad, ehhez, ehhez először a koncepció kell. Tehát ez, ez, már, ez már csak egy későbbi része. Először azt kéne eldönteni, hogy milyen koncepció alapján szeretné, akarja ezt alkalmazni a klub, milyen filozófiát akar, mit akar a pályán látni a, a tulajdonos vagy a, 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 a vezetők. Úgyhogy korábban kéne vissza kéne lépni pár lépést, és akkor utána, Utána lehetne ezt alkalmazni bizonyos területeken. Tehát például a, a scouting részében is nagyon jól alkalmazható, de miért ne? Hát Máshol működik Soma? Hát igen, tehát egyrészt valóban kell hozzá a koncepció, másrészt ugye még egy korábbi kérdéshez visszatérve, ez a matematika ez igazából ott jött be, hogy a, a, a kevéssé tehetős csapatok. Ezt a módszert találták arra, hogy felvegyék a versenyt a nagyobb csapatokkal. És azért Magyarországon azt szerintem elmondható, hogy még így is, hogy hogy rengeteg pénzt pumpálnak a futbalba, a, attól az áhított elittől, vagy hát nem is tudom, az elithez közelítő ilyen Európa Ligától, azért baromi sok lóvé választja el a magyar csapatokat. És, és hogyha ezzel megpróbálkoznának, ez talán egy olyan esély, nyilván ehhez más dolgoknak is együtt kell állnia, de ez egy olyan esély, ahol el lehet kezdeni a felzárkózást. Ha már erről a szuper elitről beszélünk, amilyen nagyjából 6-8 csapat. Az egyébként egy közép-európai csapatnak, vagy egy kelet-európai csapatnak egyébként reális cél lehet, hogy egyszer beérjék őket, bármikor a, a közeli vagy a távoli jövőben? <laughs> Hát a közeliben nem, hiszem. A, 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 hogyha a szuper nyolcasról beszélünk, akkor nem. Hát itt kelet-európai csapatnak. Azt hiszem, hogy a távoli jövőben sem. Amerre mutatnak most a trendek, amilyen tévés pénzeket osztanak ki, egyszerűen egyre nyílik az olló. Igen. Tehát akkor magyarul ezekkel a módszerekkel lehet csökkenteni a távolságot, de az, hogy egyszer utalérjük őket, akár magyar csapatról beszélünk, de, de még mondjuk egy szuper gazdag moszkvai csapat sem hiszem, hogy hogy egyszer felérhet a Barcelona szintjére mondjuk. Nem, nem, nem hiszem, hogy őket kéne megcélozni, tehát nekünk elsősorban a, az Európa Liga ligába bejutó utolsó pár hely, tehát először azt kéne megközelíteni, de hát ez, de hát ez most nem tényleg ez nem vicc, hanem azt kell meg, először megcélozni, és akkor talán majd pár év múlva, hogyha bekerülnek ebbe a forgásba, hogy bent vannak a csoportkörbe, akkor egy-két meccset játszanak, több pénzt kapnak, vissza lehet forgatni, és akkor itt jönne be az a dolog, hogy ezt, okosa, ezt a pénzt, amit majd később kaphatnak esetleg ebből a, ebből a szereplésből, vagy, vagy akár az állami pénzeket rendesen felhasználni úgy, hogy, hogy minél produktívabb legyen ez a, ez a rendszer, és minél jobban működjön, mert ha nem, akkor, akkor, az van, hogy hát elfolyik egy csomó helyen, és ha van pénz, akkor, akkor azt minél hatékonyabban kéne felhasználni, és erre például ez egy jó eszköz lenne. Tehát, hogy minél objektívabb adatok alapján, minél több véleményt figyelembe véve szerezni például játékosokat, de ez, ez, csak, ez csak egyetlen egy ö, ö, része ennek az egésznek, hogy egy klubot hogyan kell működtetni. Mi, mi nem értünk minden részéhez. Ezt a szeletet látjuk, hogy ebben a részben nagyon jó használható ez a modell, de, de ehhez nagyon sok munka kell, meg, meg meg kell tanulni, hogy ez hogy működik, meg, meg, meg hosszabb távon működik ez, tehát nem egyik hétről a másikra, vagy egyik évről a másikra. Erről az objektív dologra mindjárt visszatérünk, de jött egy-két érdekes kérdés hozzátok a csetán. Norbi kérdezi, hogy mennyi meccset néznek meg a srácok hetente a munkájuk miatt? Soma? Hát elképesztően sokat. Most majdnem egy csúnyább szót mondtam. Uh, heti rendszeressége csak a munkánk miatt szerintem 10-15 között mindenképp. De úgyhogy az egészet és az elemzés az eltart. Hát kinek, hogy um... Nekem mondjuk négy óra, Somának mennyi? Három? Hát kettő-három, mikor hogy. Igen. És Mindegy, az ellenzés mindig több, mint a mérkőzés maga, ez a lényeg. Hát jóval több, igen. Igen, mindenképp. Az lassabban megy. Oké, okay. szintén egy másik kérdés hozzátok. A srácok szerint fejlődött az NB1 az utóbbi öt évben? Óha, oh. uh, uh, én, én nem... Olyan sok 1 es meccset néztem mondjuk az utóbbi öt évben, mostanában picit többet. Én, én szerintem egy, egy picit talán igen. De, de azt hiszem, hogy, hogy talán egy kettő-három csapatról mondható el. Ez. Igen, igen. Igen. Tehát, hát hogy a... Az eleje az, az mint hogyha úgy megúszott volna egy picit, tehát tényleg ez a Fradi videóton ezek, talán valamivel erősebbek, mint mondjuk öt éve, de, de én azt hiszem, hogy ez a középmezőny, ez, ez semmit nem változott. Ja, igen, hasonlóan gondolom én is. Ja, és hogyha egy ránézünk, most megint a számokkal jövünk, akkor tényleg a Fradi videóton ez így megközelíti azok, hogyha ránézünk mondjuk az utóbbi években a EL-be bejutó csapatoknak a, tudom én, a költségvetésére, meg úgy nagyjából a játékos keretre, akkor úgy a Fradi meg a videó úgy közelít, közelít és egy-két ilyen szerencsésebb sorsolással látszik, hogy bejuthatnának, vagy, vagy nagyon jó munkával. Jó, hát ezért szorítunk minden esetre, egyébként meg küzdünk is a semleges térfélbe, úgyhogy reméljük ez minél előbb összejön. De akkor térjünk vissza erre az objektív dologra. Egy játékos megfigyelőnél. Mennyire cél az, hogy szubjektív legyen valaki, mennyire cél az, hogy objektív legyen valaki. Teszem azt például, hogy adott játékos, vagy két adott játékosnak a képességei nagyon közel vannak egymáshoz olyankor mi dönt egyébként az igazolás ajánlásánál? Mondjuk egy bármilyen emberi kötődés, akár valamilyen kapcsolat, vagy akár valami korábbi beszélget, és ez döntő érv lehet egyébként egy adott, es, adott esetben? Szerintem, hogyha csak arról beszélünk, hogy a képességeik nagyon hasonlók, alig eltérők, akkor valószínűleg meg kell vizsgálni a játékosnak a, a személyiségének a jegyeit. Tehát ez is... Ugye gondolsz, egy... Mire gondolsz, személyiség gondolsz jegyek alapján egyébként? Hát mondjuk egy balotelli csávi összehasonlításból szerintem nagyjából megérti az ember, hogy ne legyen az adott játékos, így konkrétan egy vagy. Hát ugye ez nagyon fontos, hogy be tudjon illeszkedni egy adott kultúrába, legyenek ö, hasonló értékei, elfogadja azt, hogy a, a csapatban milyen szerepe van. Nyilván nagyon sokat számítanak a, a nyelvi dolgok. Tehát ugye ezt szerintem nagyon sokan elmondták, hogy mondjuk egy támadónál ez talán nem számít annyit, de de ugye kapusnál, meg, meg védőnél, hát ennél nincs fontosabb, mint a kommunikáció. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen a pályán kívüli kérdés van, amit érdemes megvizsgálni, most szerintem, hát biztos, hogy mindenki foglalkozik ezzel, hogy megvizsgálják a, az adott játékos Instagramját, a Facebookját, és az, az biztos, hogy gyanús, amikor a meccs után, vagy rosszabb esetben a meccs előtt ezeket az ivós képeket, meg a, a, a trehány magatartásról töltenek föl a dolgokat, tehát ezt ez meg kell vizsgálni. És mi a helyzet, hogyha mondjuk a játékos nem arról van szó, hogy dohányzik vagy iszik a mérkőzések után, de mondjuk egy balhés alkat. A játék teljesítménye pedig egyébként igazából nem, nem okozza azt, hogy probléma lenne. Tehát a képességi rendben vannak, a teljesítmény rendben van, de mondjuk balhés emberről beszélünk. Hát ugye Aki... az... Igen? Bocs. Hát ugye ez itt attól függ, hogy a klubnak milyen visszatérünk erre, egy filozófiája, neki belefér az, hogy egy játékos legyen, vagy, vagy ilyen, vagy sem. Tehát mondjuk a Barcelonánál ugye te ezt nagyon jól tudod, hogy a jó fiúk általában a jó fiúk vannak a csapatban, amikor bekerült oda Ibrahimovic, azt nem annyira szerette a közeg. Ha jól emlékszem. Igen, ezt, ezt jól emlékszel egyébként, de mondjuk, ha már Barcelonát emlegeted, ott van például Piki esete, aki hát szereti Instagramon beszólni a Real Madridnak, nyilatkozatokban elég gyakran szídja a királyi gárdát, és mégis a, tehát a Barcelona szurkolók szemében ő, ő rendkívül hát. magas tiszteleti szinten áll. Hát igen, ő, 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 a rossz fiú, de hát azért nem annyira vészes a srác. Hát, ő katalán, nem? Igen. igen. Ő, mégse egy bosnyák svéd. A <laughs> ez ezt könnyebben megbocsátják, ott azt hiszem. Tehát a visszatérve kérdésedre, tehát hogyha két, két játék, a scouting folyamatban, hogyha két játékos kell összehasonlítani, vagy két játékos hasonlítunk össze, és, és már mind, tehát minden technikai paraméter, az nagyjából megegyezik, és nem tudjuk eldönteni, hogy most akkor melyiket, akkor ugye figyelembe lehet venni ezeket a dolgokat is, ha számít a klubnak. Ha nem számít, ha, ha neki belefér, vagy a klubnak belefér az, hogy hogy kicsit balhésabba az ember, vagy éppen olyan ember kell neki, aki tudja vinni az öltözőt, meg jó kedvet csinál, akkor, akkor az alapján is lehet akár dönteni. Persze meg az ilyen elbeszélgetések, le, lehet vele ülni, és akkor abból is lehet minél több információ, a Mikilandos ember uh, scout, head scout is azt mondta, hogy minél több az információ, annál uh, pontosabb képet kapunk egy játékosról és annál uh, jobban lecsökkentjük az esélyt annak, hogy lövünk. Mert itt, itt mindig arról van szó, ugye, hogy, hogy uh, a legnagyobb kluboknál is, akik, akik uh, ezer scoutdal dolgoznak, ők sem tudják azt megcsinálni, hogy minden egyes igazolásuk jó legyen. Tehát ott is, ott is mindig van ilyen, hogy hogy nem is kis százalékban, tehát még ahol nagyon sokan dolgoznak, ott is 30-40 százalékban van, hogy mellélőnek vagy. Az a lényeg, hogy ebben a folyamatban minél több információ jusson be a rendszerbe, minél több ö, ember vizsgálja meg az információkat, és minél objektívabb döntést tudjanak hozni, és ezáltal le tudják csökkenteni annak az esélyét, hogy mellélőnek. De akkor sem. Akkor sem. A, magyarul a scouting az nem más, mint kockázat csökkentés. Így van, Így van, pontosan. Ennyivel le lehet írni. Abszolút. Jó. Jöttek érdekes kérdések egyébként hozzátok, úgyhogy gyorsan felteszek egy párat. Milyen szempontok szerepelnek az elez ele elemzéseitekben? Hm. Hát ebben mennyire tudunk mélyen belemenni, Annyira nem. Hát, nem, nem. <laughs> Az a, helyzet, az a helyzet, hogy a szerződésünkben ki van kötve, hogy erről nem lehet beszélni. Tehát, a, 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 tehát ez, ez ugye egy know-how, okay, ez, okay. ez, ez ez know és ezt a cég védi, és nem beszélhetjük ki, hogy mit, mi mit csinálunk, mert akkor ez problémás. Tehát Erről, erről nem tudunk beszélni, annyit tudunk elárulni, hogy, hogy ez kvantitatív elemzés. Tehát nem, nem mennyiség. Kvalitatív. Bocsá, bocsánat, kvalitatív elemzés, Nagy, szép szó. Tanult alatt. kollégám. Igen, tanult kollégád mellélőtt. Pont fordítva, tehát, hogy itt, itt igazából minőségi statisztika van, nem mennyiségi, mert általában. Nem, nem strigulázunk, hanem megmondjuk egy-egy dologról, Igen. hogy ez mennyire sikerült jól a, a játékos elképzelései szerint történt, vagy sem. Az Igen. itt teljesen korrekt. Minden az egyébként egy NBA-es klubnak. Mennyi játékos megfigyelő lenne szüksége? Hát ez azért is érdekes kérdés, mert amennyi információm például nekem van, ugye nagyon sokan dolgoznak, illetve a játékos megfigyelők nagy része part -time dolgozik. Tehát, hogy hát, részmunkaidőben dolgozik. Igen, részmunkaidőben dolgozik, tehát szerintem mondjuk egy, egy videótonnak biztos, hogy szüksége van legalább egy 6-8 fős tímre most nyilván a, próbálok mondani egy, egy másik kisebb MB1-es csapatot, a Balmazújváros az MB1-es. Igen. Tehát nekik nyilván nem annyira, tehát ott lehet, hogy elég egy két-három ember, de, de hát nem hiszem, hogy van annyiuk, tehát többre. És itt csak a felnőtt csapatról beszélünk, vagy főképp az utánpótlásra lenne egyébként inkább nagyobb szüksége egy adott klubnak a scoutingra? Hát itt is megint visszatérünk arra, hogy mi a fontos a klubnak. Tehát, hogyha az utánpótlás fontos neki, és szeretné beépíteni a játékosokat később, akkor neki nagyobb fókusz kell helyeznie a saját utánpótlására, meg a fiatal játékosok felkutatására, és akkor nyilván bejön az a probléma is, hogy, hogy, hogy itt mondjuk akkor a videóelemzés az kevésbé jöhet szóba, mivel az ilyen ifi meccsekről kevés felvétel van, vagy nincs mindegyikről felvétel, sokkal könnyebb elérni mondjuk egy, én, egy brazil bajnokit, mint, mint mondjuk megnézni, nem tudom, kint vidéken akármilyen utánpótlás meccset. Tehát ott, ott, ott már eleve nagyobb ráfordítás kell energiában, meg pénzben, hogy ki utazzanak a scoutok, megnézzék a meccset. Úgyhogy Egyébként itt, itt, nekem lenne egy javaslat, amit az MLS felé, is tudom, hogy nézitek. Szóval, hogy, szóval, hogyha mondjuk az MLS elfordítaná egy kisebb összeget arra, hogy minden egyes utánpótlás mérkőzés kamerával rögzítve legyen, egy MLS adatbázisba, akkor azonnal könnyen lenne kisz, kiszűrni egyébként a nagyvisnyúi, vagy a, a kis kisröcsögei faluban játszó 13 éves kisfiúnak a tehetségét, vagy a 6 éves kisfiúnak a tehetségét. Hogyha, hogyha erre minden klubnak elkülönítene egyébként kisebb összeget, mondjuk ez, ez nem egy nagy beruházás egyébként, ez megvan, 300 ezer forintból egyébként összesen. Tehát a kamerával, internettel, a laptoppal, ami minden eszköz le van fedve, és ezt csak föl kell tölteni egy adott rendszerbe, aminek a létrehozása is mondjuk legyen 2 millió forint, mondjuk, még egy pályázati hírása is és utána ez rögtön használható lenne egyébként minden scoutnak. Tehát egyrészt ugye kevesebb tehetség veszne el, amiről majd fogunk egyébként beszélni egy kicsit később, másrészt ugye meg, meg, megkönnyíteni meg az adott klubok és a scoutoknak is a munkáját. Jó ötlet. Oké, okay, rendben. Na, akkor volt egy cikketek, egy érdekes cikketek, ami, ami igazából a, 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 arról van szó a cikkben, hogy a Premier League-ben az életkor és az érettség közötti különbségnek a fontosságáról beszél. Ugye arról beszélünk, hogy vannak korán érő és későn érő játékosok, hogy adott korban lehet, hogy valaki kitűnik, de mire felnőtté válik az adott futbalista, lehet, hogy teljesen átlagos képességekkel fog rendelkezni. Szerintem ez egy rendkívül érdekes cikk, erről nyilatkozzatok. Igen, itt, hát igazából az a szomorú, hogy nem is a Premier league van szó, hanem a, 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 cikkben ki van emelve a Southampton csapata, és, és pedig ő, az Oxley Chamberlain esete, aki nagyon-nagyon pici volt fiatalon, és ugye gyakran elnyomták, viszont annyira azért tehetséges volt, hogy, hogy nem akarták kirakni a csapatból. És akkor valakiben így felötlött, hogy, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnák nem, nem a, a korcsoport alapján, hanem, hanem ugye a fizikai fejlettség alapján a, a csoportosítani a játékosokat. Tehát őt is visszarakták a fiatalabbak közé, hogy ki tudjon teljesedni. Hát szerintem ilyet már mindenki érzett fiatalon, aki futballozott, hogy, hogy, megpróbált átvenni egy labdát, de úgy hátulról valami nagy ökör föllökte, és akkor már legközelebb meg se próbálja, hanem inkább visszarakja a kapusnak, aki szembe van, de is próbálkozzon ezzel zövel megügyeskedni, és hát ezt szúrták ki, hogy, hogy, van egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen rel relatív kor effektusnak nevezték, tehát, hogy, hogy mennyi idős a testet, tehát hogy néz ki, mennyire vagy, vagy nagy, meg pici. És ehhez kapcsolódik az, hogy, hogy ugye ezeken az akadémiákon itt elkezdődik ugye a szezon szeptemberben, és utána becsoportosítják őket az alapján, hogy mikor születtek. És ugye az, aki, aki mondjuk szeptemberben született, az jóval fejlettebb, mint az, aki augusztusban. És e, e között találtak is egy olyan korrelációt, hogy, hogy a szeptember-november között születettek, felül vannak reprezentálva a Premier League-ben, tehát 45%-uk akkor született, míg a június-augusztus közszületetteké csak 10%, tehát valószínűleg ez ennek a hatása lehet mi van azokkal a hangokkal, mert már most hallom őket egyébként, hogy jaj, hát ha ott nem tudja átvinni a labdát, akkor mit akar felnőttben? Tehát ott, ott ott lesznek a, a 190 centis középhátvédek, majd azok úgy fellökik, mint a franc. Tehát, hogy mi a helyzet ezzel? Tehát, hogy csak kérdezem. Hát az az érdekes, hogy most ezt nem, nem akarom megkerülni a kérdést, csak ezekre a 190 centis középhátvédekről is van szó egyébként, hogy megfordítjuk a dolgot. Ugye az, aki jóval fejlettebb, mint a többiek, abban meg középhátvéd lesz, mert ugye nem képzi magát technikailag, hiszen neki elég kirakni a, a könyökét, és akkor már lepattantak róla. Ez most csak egy ilyen, ilyen kitérő volt. De azt megírják, vagy hát megírják is ebben a cikkben, hogy... hogy ugye annyit fejlődik a, a játékosoknak a, a, technikája, meg a, ugye a magabiztossága, hogy egyszerűen ez, ez nem tört. Tehát a message se lökik föl, nem lökik. Mindig féltik a játékosokat az Angliába igazolástól, hogy oda megy a Gabriel Jesus, és akkor mit akar majd az, az hát eltörik a lábát stókba. Hát ahhoz képest, mondjuk el is törték Egészt a lábát az, az igaz. De, ezen <sukl> kívül barom is sok Én Nem stókba remélem, mert az, az nagyon kellemetlen lenne. De megélnek ezek a játékosok. David Silva is például. Igazából, igazából itt megint arról van szó, hogy ha a játék koncepció úgy van kitalálva, hogy a párharcokat kerülje az adott játékos, aki az adott poszton játszik, vagy akár az egész csapat, akkor nem az a fontos, hogy erős testalkatú legyen, vagy komoly fizikuma legyen, hanem mondjuk az a, az, a, az, a, játék erőssége működjön remekül, ami mondjuk az a nél például a, a sebesség, és a passzolás, és a lövés tehát hogy ő lövő, lövő hozza magát, és mindig úgy kapja a labdát, hogy ne legyen rajta három védő, hanem ő rá tudjon futni a három védőre, és ez óriási különbség. Hát igen, meg itt, meg itt főleg az, a, az, ugye a probléma utánpótlás hogy itt akkorák a különbségek pár hónapos eltérésnél, mármint fizikailag, akkorát fejlődhet meg, akkorát nőhet a gyerek, hogy, hogy ez, ez, óriási hátrányt vagy előnyt jelenthet. és ha és ez, nagy, ez nagyon sokat számít utánpótláskorban, ezt uh, nyilván mondjuk Kling uh, úr sokkal többet tud erről, de de ez, ez, nagyon, ez nagyon fontos ilyenkor, hogy, uh, hogy ne menjen el a kedve a, a, annak a kisebb gyereknek, hogyha nagyon jó technikailag például egy, egy kis, ha nem is messzi, de nagyon szeret cselezni, meg látszik, hogy játékos, meg kreatív, meg minden, akkor ne menjen el a kedve azért, mert, mert hatszor fellökik, hanem, hanem akkor kerüljön át egy olyan csapat vagy csoportba, ahol, ahol kijelheti ezt a kreativitását, nem megy el a kedve, nem megy át, mit tudom én, vízilabdázni, vagy más sportágra, azért mert. mert, mert Most ez tényleg hülye példa volt, ha kicsi, akkor valószínűleg nem vízilabdázni megy, de mindegy. <gül> <gül> Jó, de mondjuk erre, erre szerintem tökéletes példára. Az egyik példa, aki a képe a mini igazából, akit aki, aki, első nap haza akart menni a La Masia-ról, meg hát mondták rá, hogy kicsi, meg nem lesz jó játékos, aztán hát mondjuk, hogy egészen megtanult futballozni. Hát, igen, elég jó. Valahogy <laughs> tudtam, hogy belecsempészed. Igen, igen, is vártam, hogy én ezt ahol jön. Bocsánat, de hát a, a, vérem és a szívem és a mezem Igen. az egyszerűen, azt az nem lehet megkerülni. Igen. Jó, jött egyébként érdekes kérdés szintén a cseten, ja, és az én, ott is egyébként Iniesztet említette egyébként Kránisz Tamás. A, uh, nagyon jó kérdés, egyébként Norbi kérdezi a következőt, ami akár rá is vezethet a következő témapontunkra, hogy sok csapat alkalmaz vezetőedzői profilt edzőkeresésnél? És itt nem feltétlenül csak a magyar csapatokra gondolunk, mert ott tudjuk, hogy hát nem annyira. De, de mondjuk nemzetközi szinten. Bocsánat, nekem kihagyott a hang egy picit, nem hallottam a kérdést. Hát ugye az volt a... Az... <laughs> Az volt a kérdés, hogy sok csapat alkalmaz vezető, vezetőedzői profilt edzőkeresésnél. Itt arra gondol szerintem valaki, hogy én egy ilyen karaktert keresek, akkor ez alapján szűrök mondjuk vezetőedzőket. Tehát aki mondjuk adott stílusban játszatja az összes csapatát, akkor én is az, adott stílusra keresek edzőt, vagy, vagy általában inkább az a helyzet nemzetközileg, mert Magyarországon tudjuk milyen helyzet, hogy, hogy az edző határozza meg azt, hogy, az, hogy, a, hogy, a, hogy a csapat mit fog játszani, és nem a csapat határozza meg, hogy olyan edzőt keres, ami az ő csapatához illik. Hát szerintem ez valamennyire kapcsolódik ez a. Ez a ha jól értettem a kérdést, akkor valamennyire kapcsolódik ahhoz a cikkhez, a, a, amiben arról beszéltünk, vagy írtunk pontosabban, hogy hogyan kellene edzőt keresni egy csapathoz. Ugye jól értettem én a kérdést? Igen, jól értettem a kérdést. Jól, jól értettem egy kérdést. Remekül. Oké, akkor hát igazából ott ott két részre volt bontva a cikk, hogy hogyan ne és hogyan keressünk, hogyha klubvezetők vagyunk, vezetőedzőt. Ugye mondjuk Magyarországon nem mindenhol, de általában, vagy, vagy, vagy olyan helyeken, ahol ahol ilyen Hübele Balázs módján választják vagy váltogatják az edzőket, ott igazából mi alapján választanak? Hírnév, korábbi ö, teljesítmény, vagy haveri edzői ajánlás, meg. Ez elég Ismerős menedzseri ajánlás, vagy, vagy múltbéli sikerek. És, és ilyen, itt, is, itt is ugye ez az, az jön be, hogy szubjektív döntések főleg. Valaki ajánlotta valami haver, és akkor meg, meg régen jó volt tenni a csapatnál, annál a csapatnál, és akkor. És itt is ugyanaz jön vissza, hogy ezen a területen is úgy kellene edzőt keresni, ahogy, ahogy korábban beszéltünk a játékosokról. Minél több információ, minél több embert versenyeztetni, objektív, először is objektív szűréssel. Külföldön már vannak olyan, olyan cégek is, akik erre szakosodnak. Például a StartsBonch nevű oldal. Ők nekik van egy ilyen algoritmusuk is, hogy meg ilyen metódusuk, hogyha valaki azt mondja, hogy valamelyik klub ilyen és ilyen filozófiához keresünk ilyen és ilyen edzőt, akkor ők akkor ők szépen összegyűjtik azokat a neveket, szépen lelistázzák, és akkor elkezdik szűrni és kidobálni és, és gyűjtögetni, mit tudom én, 5-6 névre leszűkítik, és akkor, akkor adják át a, a, klubvezetőknek, elmondják, egy ilyen normális elemzést készítenek az, emberről, és mint egy normális játékos elemzés. És, és, akkor már ugye sokkal, sokkal több infóból sikerül kigyűjteni azt, a, azt az egy nevet, aki jó lehet. Úgyhogy itt is abszolút működik ez, mint a játékosoknál, vagy kellene, hogy működjön. Világos, van egy nagyon érdekes gazdasági, mondjuk úgy egy paradoxon, amit remélem kifejtettek. Itt az a helyzet, hogy általában a top bajnokságoknak a játékos értékesítési bizonyítványa az től túl túlnyomóan negatív, mindent egy, egy csapatokat nézve. Viszont az alacsonyabb, gyengébb bajnokságoknál ez mindig pozitív szokott lenni. Mi ennek az oka? Tehát, hogyha ha mégiscsak több pénz áramlik mondjuk a gyengébb bajnokságban, hogy, hogy nem erősebb az a bajnokság? Hát igen, ez nekem volt korábban egy észrevételem, lehet, hogy, lehet, hogy nem is egészen pontos, de mindegy, ez egy ilyen érdekesség, hogy, hogy ugye több top 5 bajnokságban öm, negatív, negatív a, a vásárlási értékelés egyenleg általában nem hogy általában, hanem mindig, hogyha visszanézzük a transferen az utóbbi, mit tudom, 5-10 évet, akkor mindig, tehát Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Angliában is, majdnem minden klubnak mindig negatív a, az eladásbevétel bevétel értékesítés egyenlege. Míg, ez annyira nem lehet keletebre... meg, 135 millió veszünk szint igen, igen, igen De hát az, hogy mind, majdnem minden klubnál az elég fura. Tehát, és, és kelet-európában, vagy keletebbre viszont, viszont ez fordítva van. És lehet, hogy hülyeség, de, de én arra gondoltam, hogy, hogy ez, hogy, hogy, ez abból úgy működik ez, hogyha te fejlődni szeretnél, akkor be kell nyilván fektetni abba a csapatba. És, és hogy folyamatos fejlődés legyen, akkor mindig, mindig, több pénz, több pénz pumpálnak a klubokba, és így, így érték, Érté egyre értékesebb lesz a keret, és akkor így, így jön ki az egyenleg a másik oldalon negatívra, és még nálunk fordítva. Pláne úgy, hogy mondjuk egy mondjuk egy mit tudom én jól működő akadémiára alapozott klubmodell, mint például a Horvátoknál egy-kettő, ott ott erre is van, erre van felépítve lényegében a, a a másik oldal, hogy ők ugye kitermeljék a jó játékosokat, és akkor fiatalon vagy picit idősebben értékesítsék, és akkor a, ez így pozitívra jön ki az egyenleg a végén mindenképpen. Ugyan. Igen, meg az sem mindegy, hogy egy-egy csapat, egy-egy klub az mire építi föl a, a, gazdasági tervét. Tehát szerintem azt mondjuk láttuk, hogy az én kedvenceim, a Manchester United, ők tulajdonképpen húgyér szarére elszórják a, a játékosokat, mert nem onnan akarnak bevételt generálni, hanem abból, hogy jön a Pogback, instalike -ok, jönnek a, a szponzorok, és akkor ezt az be, tudják, ég, ez igen, igen, tehát be tudják onnan szedni, ennek a pénznek a sokszorosát. Tehát itt most bármilyen hülyén hangzik, egyszerűen az a pénz, az visszajön se perc alatt. A magyar kluboknak érdemes lenni, de a merchandise részre komolyabb hangsúlyt fektetni? Vagy egyszerűen a magyar futball szurkoló szerintetek az olyan, hogy, hogy nem költene pénzt ilyen-olyan termékekre. Ennél komolyabban? Hát, hogy, akkor mondjuk, hogy, hogy valamennyire foglalkozni ez. Valamennyi, hát valamennyire talán érdemes lenne foglalkozni vele, nem? Hát úgy gondolom, hogy... Szerintem nem. 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 Hagyj, nem hagyjuk. Hagyjuk. Jó, volt már ember fradi sört egyébként. Nem ingyen volt, nem hiszem. Jó, rendben. Volt egy Vice sorozatotok, ahol magyar tehetségekkel foglalkoztatok, népszerűen Nagy Ádám, Dárdai Pál, ugye az ifjabb, Dárdai Pál, igen. Salói Dániel és Szoboszlai Dominik, és azért helyel közzel, de jó véleménye voltak a srácokról. Dárdai Palkó? Igen, hát a Kispali. Igen, Kispali. Hát igen, őr, 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 hát akiket mondtál, Szoboszlai, meg Sallói Dani, meg Dádai Palkó, meg Nagy Ádám, hát én, én, úgy láttam, hogy ők, ők nem rosszak. Én, én látom azt, hogy belőlem, belőle akár lehet nagyobb futbolista is. Meg, Na, meg tehát, jó helyen van. Meg jó helyen van, igen, az sem mindegy. Uh, Salloy most nagyon jól kezdte az évet, uh, amennyire látom, így a, az amerikai bajnokságban most, most nagyon felpörgött az elején, gólokat, meg gólpasszokat is lő, meg jól is játszik, az értékelései is folyamatosan jók. Hát Dárdai Palkó, ő még ugye elég fiatal, és ott a Bundesligában, hát azért oda bekerülni nem könnyű, um, de tavaly, amikor az Európa Ligában ott pár meccset kap, most nem is tudom mennyi meccsen játszott, de meg az sem, hogy a Bundesligában mennyit, de, de elég jó, elég jól mozog. Tehát látszik, hogy nem csak azért kerül be, mert az édesapja az edző, hanem mert tényleg ilyen hajt, kreatív is, nagyon jó lövései vannak, úgyhogy róla is azt gondolom, hogy lehet belőle valami, hát attól függ, hogy hogy mennyire gondolja komolyan, meg mennyire tudja tartani ezt az iramot. És, és hát Nagy Ádám, ő meg, ő meg, egy külön történet, ő már ugye picit idősebb, de, de az első évében nagyon jó volt, tehát jó sikerült neki, vagy hát viszonylag jól sikerült, csak ott meg ugye a, a, videó is arról szól, hogy ott Dunadoniéknál a Bolonyában volt egy koncepcióváltás, inkább áttértek az első évben, amikor Nagy Ádám ott volt, akkor ilyen labdajáratós játékot próbáltak, több-kevesebb sikerrel, és a második évben viszont meg már ilyen inkább kontra, kontrákra építő, gyors, letámadós, meg nagy sprintekkel dolgozó játékot tolnak, és ebben Nagy Ádám annyira nem, nem illik bele. Tehát nem az, nem az ő profilja. Soma, te kiben látod a -e legnagyobb potenciált? Hát én is a Dominikra szavaznék. Én most pont egyébként láttam a, a Dárdai Palkónak a bemutatkozó meccsét, nem sok idő jutott neki, meg hát ez, itt a Bundesliga végén ezek már nem voltak olyan nagyon-nagyon nagy meccsek, viszont róla állítottak ki valakit. Tehát volt egy ilyen befele megindult, egy ilyen előretörése, és akkor ott valaki elkapta hátulról, de hát belőle mondjuk tényleg ennyit láttam meg ugye a Vili videóját, de hát szerintem a, a szoboszlai van a legjobb helyen, tehát ez a Salzburg ez most végre meg is mutatta egyébként ugye az Európa Ligába, hogy ott, ott egy nagyon komoly koncepció van, rengeteg pénz van, és, és szerintem oda a fiatal játékosnak nagyon megéri elmenni. Tehát az, osztrák bajnokság az, az, talán nem, nem a legjobb, de szerintem az is jön fölfele, és azért látszik, hogy, hogy Európában is, bár a bajnokok ligájában olyan, mint hogyha valami átok ülne rajtuk, folyamatosan elbuknak a, a selejtezőkbe, de most, most azért, hát igen, nagy csapatokat ejtettek ki, jó meccseken és előbb-utóbb oda biztos, hogy be fog kerülni, tehát most, hogyha végignézzük, hogy kik járták végig ezt a Liefering, Salzburg, Lipcse szamárlétrát, tök sok és baromi jó játékosokról van szó. Akkor igazából, tehát korábban mondjuk a holland bajnokság volt az, amire azt mondtuk, hogy érdemes odaigazolni a magyar futball tehetségeknek, az osztrák ligát akkor most tudjuk ajánlani, akár az első és a másodosztályt is? Hát azért ugye az, tehát arra a másodosztályról ezt fontos tudni, hogy ezek ugye Salzburg játékosok, és akkor leadogatják őket a Lieferinghez, tehát azt az szerintem nagyon fontos, hogy velük onnan foglalkoznak a Salzburgból, valószínűleg ugyanarra a játékra készítik fel őket, azért azt nem mondanám, hogy a váker Innsbruckba menjen el a, bárki is, mert oda inkább azért ne. Meg, meg, a, a számpöltembe se játszol senki, de, de szerintem ott az osztrák bajnokság eleje az, az kezd így megkomolyodni, tehát oda el lehet menni, nyilván vannak jobb helyek. Rendben. Akkor folytassuk egy kis Premier League értékeléssel. Á, nem, bocsánat, még jött egy fontos kérdés, ezt gyorsan föltesszük. Nagy Áldának mit tanácsolnátok? Jót tenne neki a klubváltás? Soma? Hát én azt hiszem, igen, ez ugye Vili elmondta, hogy ott, ott, volt egy ilyen koncepcióváltás, most ő azért nyilván nem fog megtanulni ütközni, nem fog megtanulni sokkal fizikálisabban, gyorsabban játszani, már ugye abban az értelemben, hogy ő nem lesz egy ilyen runner, ő megmarad ez a labda cirkulációban, nagyon fontos játékos. Szerintem, hogyha nagyjából ezen a szinten egy picit lejjebb sikerül egy olyan csapatba elmennie, ahol, ahol ilyen labdabirtoklós focit játszanak, kicsit kevesebb kontaktal, akkor, akkor mindenképp. Rendben, köszönjük szépen. Szóval akkor jön a Premier League értékelés. Hát mondhatjuk, hogy a te csapatod, vagy a te szíved igazából a vörös ördögökhez húz mm. soma. Mondhatjuk előrelépésnek ezt a második pozíciót nálad, és egyáltalán hogyan értékeled az egész szezon? Ez egy erős szezon volt, vagy, vagy a frás túlságosan kilógott a City fölfelé, és mindenkit rommá vertek? Hát figyelj, mit mondjak? Persze, <laughs> Eleinte érdekesnek tűnt a, a szezon, tehát ott azért még a United is úgy, ahogy tartotta a lépést, de szerintem, aki látta a meccseiket, meg aki ismeri a, a Mourinho-nak bizonyos helyzetekre való reakcióját, az tudta, hogy ez nem fog sokáig tartani. Tehát ott ez a City, ez most úgy össze lett rakva, hogy csak na. Ugye még ö, télen ráigazoltak egy picit, mert ott talán ugye közép hátvédek kihullottak. Egyébként, meg tényleg ilyen rossz derbi volt. Tehát igazából még. Tehát a, a Liverpoolnak ez a nagyon-nagyon ez jó szezonja, ez, ez arra volt elég, hogy még így is a United mögött legyen. Hát ez ami hihetetlen. Tehát a, a United meg ugye egyáltalán nem volt jó. Hát egyébként ups, nem, nem ez volt a életem legjobb Premier League szezonja, nem is csak a, a United szereplése miatt, hanem egyébként is. Most kicsit talán elmaradtak ezek a bravúrok, a Kis csapatoktól, hogy viszonylag hamar így széthúzódott a mezőny, ugye a Burnley az még sokáig ott volt, sokak számára ilyen nézhetetlen focival, de mégis egy érdekes koncepcióval, meg hát ugye nagyon hatásosan nyomják azt, amit nyomnak. De hát egyébként szerintem olyan nagy dolog nem történt. Volt egy-két jó meccs, Arzenál az végre egy kicsit lejjebb csúsztak a fiúk. Ennek lehet örülni leginkább. Igazából a Manchester szezonját talán pont az Arsenal elleni mérkőzés írja le legjobban, amikor gyakorlatilag az Arsenal széttámadta a Manchester united és Deha mindent kivédett, tehát nem hogy tízesre, hanem huszasra vagy százasra védett, és mégis a Manchester nyert egy nullára. Igen, azt a meccset, hát itthon néztem, tele volt a gatya rendesen, tehát bújkáltam a, a TV tévé elől, de, de hát tényleg a, a de, hát nem, nem, talán az nem egy null lett, nem, mert egyet kapott. Egyszerűen ja, 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 a be is csicskította a játékos, tehát felmutatott a fülem elő, hogy rugja oda, mondjuk aztán be is kapta oda, tehát talán kettő, vagy három egy lett. Ott az elején ugye az Arzonál nagyon hát nem is tudom, nerváltan kezdtek ott keresztbe, elpasszolt talán a, a Mertezakker egy labdát, hogy a Kossi elnő, nem tudom melyik őjük és akkor abból kaptak, hogy gyorsan, gyorsan egyet, meg aztán még egy ilyen hiba, hiba után kaptak. De hát igen, a United szezonja az nagyjából igen ez volt, hogy a, a amí amíg lehetett, mentette a dolgokat, de hát nem lehetett törökké. Tehát a Montella féle Sevilla ellen kiesni a bajnokok ligájába, hát szerintem mindent elmond. Talán az inkább jellegzetes. Mennyire erős egyébként ez a Liverpool, aki ott van ugye a BL döntőben, de hát a bajnokságban is most ugye BL helye, helyezést ért el, de hát igazából esélye nem volt a csapatnak akár a bajnoki címre úgymond törekedni. Tehát mennyire erős ez a Liverpool most szerinted? Hát ezt meg még szomorúbban mondom, mint az eddigieket, szerintem nagyon. A, ugye ott azért örökölte félig meddig a keretet a Klopp, ő, neki nem volt ilyen végtelen pénztárca csítje, úgyhogy Hát nyilván ők is rengeteget költenek, de ott azért foltozgatni kell a, a dolgokat. A, a kláván azt, azt nem hiszem, hogy előfordulhat egy komolyan vehető csapat kezdőjében bármikor is. De szerintem itt azért a Nabikéitával kiegészül vagy a télen bezsákolták a fandeiket a Salah az ifletet formában van, és még ezek a Hendersonok is valahogy formába szedték magukat, úgyhogy hát baromi erősek. Most hiába megyen az Emrecsán, ugye ott a fekírt mondják hozzájuk, azért az jövőre szerintem mehetnek a bajnokságért. Ezek a gyenge pontok, amik benne voltak, ugye a, emiatt a high press játék miatt, ugye a fönkószáló védők, ugye a Lovren az rendre belehibázott ezekbe a mögéjük, berugott labdákban, nem éregetett oda, elnézte, elaludt, meg ugye kapus kérdés volt, de hát szerintem ezt egy, egy nyárral össze tudják rántani annyira, hogy, hogy jövőre nagyon komolyan kell velük számolni. Mennyire volt meglepő a chelsea ez a visszazuhanása? Hát ha nem a Chelsea-ről lenne szó, hanem bármelyik másik csapatra, akkor nagyon meglepő lenne, így viszont azért ugye a Kontes egy olyan konfliktus kerülő emberke, ugye akkor ő megkapta ezt a Diego Costa nevű Ö, nem is tudom, mit lényt, és hát azt az szerintem benne volt, hogy ugye ott van egy ilyen játékos uralom, a Conte nem egy egyszerű ember, az Abramovich most már bezárta azt a pénztárcát, ugye most volt egy ilyen hír, hogy a vízumát se akarják meghosszabbítani, úgyhogy ott azért így összejöttek a, a dolgok, meg azért azt tegyük hozzá, hogy ők amikor megnyerték a bajnokságot, hát, a, tehát ott is azért úgy fogyogatott a végére a Kraft. Tehát volt egy nagyon-nagyon jó 20-25 fordulójuk, aztán már ezek az 1 0 ek jöttek, ezek a Hazard megmentette őket, Diego Costa megmentette őket. Tehát az, az egy domináns szezon volt, de, de ott a végén látszott, hogy ez azért annyira nem egy baromi jó koncepció, hanem ott ö, gyengélkednek az ellenfelek is. És mi a helyzet a akik szerintem egyébként nagyon jó, jó játékot játszanak. Aztán hát eredményben ez erre volt elég. Igen, a Tatanemnél szerintem valami olyasmi van, mint most, a, hogy most nem akarom elvenni Vili de a, ugye a Nápolynál is ez a Szári ugye olyan fura nekem, hogy, hogy most, hogy őket így berakta, tehát új lett a standard, új lett az alap a Tatanemnél, most már olyan, mint nem lenne elég, vagy szürkén játszanának, de hát szerintem ez, ez a keret, meg, tehát lehet mondani egy Harry Kane, de hát azt is a, ugye a Pochettino csinálta meg Harry Szerintem ez, ez, tőlük nagyjából a, a, maximum. Hát bajnokok valószínűleg nem lesznek soha. Ez, ez, a kérdés most, hogy mennyire tudják így együtt tartani a keretet, de szerintem ők, ők jó focit játszanak, és ez egy nagyon jó eredmény tőlük. És mit szóltok ahhoz, hogy, vagyis ezt igazából kérdezem tényleg is soma, mert mégiscsak egy meghatározó eseményről van szó, ugye Arzen Wenger távozásáról a az ágyosok kispadjáról? Hát, én bármennyire nem szeretem őket, ez azért még engem is megérintett, hiszen mennyi csodátos győzelmet élhettem meg úgy, hogy ott ültél a kispadon. De hát egyébként szomorú dolog, persze, meg nagyon komoly dolgokat csinált ő egyébként, ha jól emlékszem, 96-tól, hát mondjuk 2006-ig egyébként, mert addig voltak ott igazán, igazán jók. Hát itt volt az ideje, ezt természetesen nem, tehát a tiszteletet abszolút meg szeretném neki adni, nem azért mondom, csak, csak hát tényleg ő talán nem vette észre azt a pillanatot, amikor, amikor még úgy le lehet lépni, hogy, hogy talán egy kicsit kevéssé rombulja a Nimbusát. Vili? Én Arzen Bengerhez nem igazán tudnék hozzá. Én az angol, angol foci úgy, úgy, ahogy van, így nem, akkor Köszönöm, nekem, nekem viszont szóval egy fontos kérdésem soma akkor hozzád. Ugye lesz-e mondjuk hasonló effektus az arzenál, -e, mint ami a Manchester united azóta is van, hogy Alex Ferguson távozott a kispadról, hogy hát mindig odaültetnek valakit, akibe egy bíztok, és aztán nem nagyon történik semmi. Hát szerintem ugye az a fontos különbség, hogy az Alex az átadott egy bajnok csapatot. Itt meg egy hatodik csapattal kell valamit kezdeni. Tehát ugye nagyon-nagyon nagy baj nem történhet. Szerintem ez az Emery, ez hát innen csak följebb tudja őket hozni. Nyilván kérdés, hogy, hogy kiket vehet, mert szerintem azért ez a keret se volt annyira kiegyensúlyozott, hogy ők ilyen nagyon komoly célokat fogalmazhassanak meg. Úgyhogy azt nem hiszem. Az, az meg egy másik kérdés, hogy, hogy nyilván az Emery nem lesz ott 15 évig, de nem is hiszem, hogy efelé mutatnak a trendek a futballban. Tehát most már nem hiszem, hogy túl sok ilyen ember lesz, mint a, a Ferguson, vagy akár a Wenger, akik, akik ilyen 5 évnél tovább regnálnak egy helyen. Tudsz-e mondani egyébként egy-két olyan játékos, aki azt mondod, hogy most, most lett felfedezve a Premier League-ben, és hogy érdemes lesz rá odafigyelni? Hát nekem van egy nagy szerelmem, az a Richarlison nevű csóka a Watfordból balszélen játszott, egy ilyen, hát egész magas, szerintem olyan 185 centi lehet, tehát így nem, nem ez a brazil varázsló, ez az ekte varázsló, egy ilyen nagyon agresszív, erőszakos, jól fejelő, jól lő egy ilyen tök szimpatikus benyomást keltett, viszont aztán, amikor ugye elment onnan a, a Szilva, akkor úgy tűnt, mint hogy megsértődött volna, hogy elvitték a, a, az edzőjét, akivel biztos, hogy nagyon jó viszonyt tápolt, és utána úgy kicsit felsült. Tehát az nyilván nem egy olyan rendkívül szimpatikus személyiségre utal, de, tehát lehetnek így fejbe problémák, de talán ő az, akit most tudnék mondani. Amúgy ezek a régi motorosok megint összeszedték magukat, meg hát a city mindenki. Tehát az, nem egy ilyen nagy megmondás. Rendben. Jött egy kérdés hozzád. Una Emery még angol típusú menedzser lesz, vagy ő már csapatban fog dolgozni a volt Dortmund játékos megfigyelője? Hát, a, na, ezt nem tudom, hogy ott a, a tulajdonos hogy találta ki ezt a koncepciót, mert hogyha én, én jól hallottam, akkor neki ilyen elég komoly beleszólása van ezekbe a, a döntésekbe, és ugye a, az nem mindennapi, hogy egy ilyen játékos megfigyelőnek, vagy ért, ugye ennyi pénzt fizetnek, tehát ő nyilván, megfog, vagy hát megkapta ezt a szabad kezet. Az Emery, Hát, ugye ő szerintem, hogyha jól emlékszem, a Sevilla-ba is egy ilyen tehát ott is volt egy ilyen komoly felső vezetés, ugye a Moncsi talán ő volt az, aki ott szervált a játékosokat, ő megösszerakta a csapatot, tehát szerintem ő, ő, megmarad ennél a taktika részénél, és hozott anyagból dolgozik. Rendben, akkor most evezzünk át Olaszországra, hát ugye Vili, mondjuk úgy, hogy a te csapatod az nagyobb célokkal indult, mint amit érte a brigád. Igen, ezt én is beszoptam az elején, nagyon felbuzdultunk, hogy egy csapatnyi embert hoztunk oda az elején. Egyébként így nem is rossz neveket, kivéve a, a csatársort. Én, én is felbuzdultam olyannyira, hogy az egyik kollégámmal gyorsan fogadtam is, hogy a Milán a láció előtt fog végezni az év végén. Hát ez nem sikerült, sajnos, végül. Igen, nem, nem nagyon tudjuk, hogy most mi lesz, mert ugye most megint olyan hangokat hallani, hogy a fair play megsértése miatt most lehet, hogy eltiltás is lesz belőle, vagy pénzbüntetés legalább, szerintem az minimum, de lehet, hogy még kizárás is, még kizárást is rebesgetik, úgyhogy most fogalmam nincs, hogy mi lesz a Milánnal, nagyon jó lenne, hogyha már visszatér. Meg szerintem az olasz focének se tenne rosszat, hogyha Juventus hetedszer húzta be a bajnoki címet. hogy egy szokásos, bár most egy kicsit egyébként szorosabb volt ez a szokásos. Igen, a nápoly meg, meg, megszorongatta őket, de hát azért most nem azt mondom, hogy tudni lehetett, de azért annyira szűk a kerete a nápolynak, hogy azért azt sejteni lehetett, hogy, hogy tavaszra ki fognak fulladni. És és tavasszal már azért olyan helyeken buktak el, ami, amit nagyon nem. És az egyértelmű az, hogy hogy kevés. Tehát ott, ott, hogyha tényleg a juventus akarják meg, megszorongatni még jobban, vagy legyőzni pontosabban, mert megszorongatni sikerült azért, akkor, akkor itt keretet kell mélyíteni. Tehát ez, ez a játék, ez gyönyörű, meg mindenki el volt ájulva össze, hogy, hogy micsoda fantasztikus labda hozatalai vannak a csapatnak, meg milyen gyönyörűen játszanak, ami igaz is, csak hát ezt nem lehet izé 100 százalékon végig tolni egy egész szezonba. Tehát Mit gondolsz egyébként így a Széria A-nak az erősségével kapcsolatban? Tehát, hogy ez beárazza az őket, hogy a Juventus most már hetegi szezon óta nyeri a bajnokságokat, vagy van valamilyen elmozdulás egyébként fölfelé a csapatokra tekintve? Hát az utóbbi években az egész széria lecsúszott, ugye nem utóbbi években, azért mondjuk a nem is tudom, Milán mikor nyert utoljára bért? Két, majd tíz éve? Nem az a kérdés, hogy mikor nyert utoljára bért. Mikor volt ott akár a legjobb nyolc között. Tehát, fogok vissza magad. <tos> 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 az igen, az egész szériád bár az ez, hogy, hogy 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 szerepelnek a nemzetközi porondon, de Juventus már már visszakerült arra a polcra, viszont a többi nem egyelőre nem. Ugye a Róma, rómának most volt ez a gyönyörű éve, egyébként én nagyon csípem a Rómát, meg az edzőt főleg, én nagyon kedveltem már Szaszólónál is, úgyhogy, úgyhogy igen. Fájóan Száj, bólogat. Igen, Szám. igen, ez dekem, de az a, a Róma. jaj, ja, ja, Róma kellemes. <síthat> ja, igen, tényleg. Mennyi is lett? Nem emlékszem. A második meccs mennyire? Na igen, igen, tehát a Róma, Róma nagyon szimpatikus, meg, meg szerintem ők is fejlődnek. Ott nagyon jó szerintem a koncepció, meg, meg ott megvan ez, a, ez a, az alulról építkezés. Meg, meg, ilyen okos játékos politika. Tehát nem, nem tudom, 50 millió kérvesznek játékosokat, hanem olyan játékosokat keresnek meg, akik még viszonylag olcsón megszerezhetők, és bennük van az a potenciál, hogy akár kijöhetnek, vagy akár nagyon jó teljesítményt nyújthatnak a legfelsőbb szinten is. És szerintem Szerintem picit javul a többi csapat is. Jó lenne, hogyha már a, a Milánóiak is oda kerülnének végre, de hát mi, mi biztos nem mostanában, de az Inter úgy látszik, hogy lehet, hogy ezzel elindulnak, hogy a most bekerültek a BL-be az utolsó tíz percbe, a lációt megverték idegenben. Igen ha már itt tartunk, az Inter és a Láció, tehát hogy ők pont azonossággal szerepeltek ugye a, itt a, a végén, mégis az Inter jött jobban. Mi a helyzet a, a két rivális Gárdával, hogyha már egy Milán szurkolót kérdezek? Már hogy a Lá Láció és az Inter között, vagy a Milán és az Inter között? Nem, a lációs és az Inter között, tehát hogy igazából az ő szezonjuk értékelését hogyan? Szerintem nevez... a, Láció, szerintem a Láció sokkal szebb focit játszik, s szimpatikusabb játékot tolnak, támadó focit játszanak, ez a Spalletti interje meg ilyen, ilyen csapat, ilyen szokásos, és de hát, de hát az Inter mindig ilyen. <laughs> Tehát, hogy, <ugye, gül> emlékszel arra a barszás döntő, vagy egy elődöntő volt? Nem, ez. Nem semmi nem, nem rémlik. Már <laughs> mint a, a, Mourinho féle? <laughs> Igen. nem <laughs> rémlik semmi. <laughs> az Inter mindig ilyen. Tehát, ők így tolják, és most is úgy húzták be, hogy nem, nem, is tudom, a láció az előző fordulóba valami kis csapat ellen bukott, vagy, vagy vesztett pontokat, és akkor ők eljöttek idegen, és az utolsó 10 percbe fordítottak, vagy valami ilyesmi volt. Tehát, igen. A defrejbe segített. Igen, igen, igen. Na akkor nézzük egy két olyan játékos egyébként, akire azt mondod, hogy azért érdemes odafigyelni, akár nemzetközi szinten is, nem csak az olasz futball tekintve. Jó, akkor én nem mondok ilyen, ilyen nagyon mainstream neveket, nekem a legszimpatikusabb csapat, ha nem lennék milanista, akkor az Atalantának szurkolnák. Mert ők annyira szimpatikusan tolják mostanában, hogy ilyen, ilyen nagy, nagyon jó utánpótlásuk van, és minden, majd, majdnem, hogy minden fordulóban, vagy minden ötödik fordulóban felbukkan egy olyan fiatal játékos a, a kezdőjükbe, nem is csak úgy, hogy beküldik 10 percre, aztán majd ez lesz valami, hanem kezdőként, bekerülnek olyan játékosok, hogy, hogy nem is igazán hallottunk róluk, és, és rohadt jó teljesítmény nyújtanak. Most például az utóbbi pár fordulóban az Atalantában játszott egy Bar Baró nevű eh, csatár, aki szerintem rohadt jól mozog, és nagyon fiatal, és eh, nekem nagyon tetszik, úgyhogy az ő nevét érdemes szerintem megjegyezni. Meg, meg ott úgy általában nagyon sok fiatal van, és uh, meg van néhány ilyen uh, nagyöreg, és ilyen nagyon jó vegyül, vegyület jön ki ebből, a, a papugom ez van a szélen, ott nagyon jó keverget, és uh, Caldera, ilyen nagyon fiatalon már, már olasz válogatott is egyébként, bár igaz, hogy ő, ő persze a juventus él, mert a Juventus mindenkit megvesz, aki, aki valamennyire jó teljesítményt, és, és ha nem fér be, akkor kölcsön adja. Ez a szokásos. De én az Atalantát nagyon szeretem, úgyhogy ő, hogyha jó fiatal játékosok felbukkanását akarjátok figyelemmel követni, akkor ő, ő meccseiket nézettek. Mondom, konkrétan Baró, szerintem ő belőle lesz, lesz valami majd. Nem és ugye te a Széria B-be is eléggé otthon vagy. Mi, a hely, mi, mi, mi történt ebben a szezonban a Széria B-ben? Azt látjuk, hogy ugye a Palermo nem jut vissza. Visszajuthat még, mert ott úgy van, hogy az első kettő feljut, egyből. Ugye az Empoli, akik tavaly estek ki, ők, ők csond nélkül behúzták több mint 10 ponttal megelőző a másodikat, ők, hát ők eléggé kilógtak a mezőnyből. Bár, bár elég sokáig egymás mellett ment, a Palermo vezette sokáig a tabellát, aztán valami ott nagyon kipukkant, nem tudom, hogy mi történt, a Palognorbi nem jött. <laughs> Csak a legvégén az utolsó az utolsó két percben azt hiszem beállt. Az utolsó meccsen két percben beállt, igen és a pár már visszajutott. Azt nem tudom, hallottad de hogy ugye negyedik, negyedik ligáig visszasorolták őket, és minden évben egyet léptek fölfelé, és most is behúzták az utolsó fordulóban Nagyon izgalmas utolsó forduló volt, mert a Prozinona állt továbbjutásra, csak otthon be kellett volna húzniuk egy meccset, és az utolsó, azt hiszem, három percben öngólal vagy nem, nem, utolsó két percbe kiegyenlített a Foggia, vagy valami ilyesmi, és akkor azzal estek ki. Vagy hát nem kiestek, hanem a playoff-ba mennek tovább, mert itt úgy van, hogy a harmadik és a nyolcadik playoff-ot játszik, és még egy, aki megnyeri a playoffot, még feljuthat. Úgyhogy elvileg még a Palermo Balognorbővel feljuthat. Lehet, hogy, mert ugye az volt a, bocsánat, a Balognorbővel visszatérve, hogy, hogy eltűnt mi is azt mondtuk tav tavalyi műsorban, hogy lehet, hogy ez jót is fog, vagy jót is tesz majd neki, hogy a, ugye a még kicsit sok neki, pedig ott, azért bebekülték, és hogy lehet, hogy jót is tesz neki majd, hogy a séria B-ben majd sok lehetőséget kap, kicsit gyengébb az, meg, meg, nem olyan tempós, majd akkor ott fel lehet építeni. Ennek ellenére ugye eltűnt. Egy, nem is játszott egyáltalán. És hát minek ugye... köszönhető szerinted? De, de, nincs róla info. Tehát annyi, annyi én, én, nem nagyon tudom, csak annyit hallottunk, vagy olvasgattunk róla, hogy a, a, az elnök mondta talán, vagy az edzője, hogy fel kell őt teljesen előről építeni. Hogy ez mit jelent, ezt nem, nem tudjuk, de, de egyáltalán nem, járt, nem is, nem is volt keredve sokáig, egyáltalán nem volt keredve és az utolsó öt vagy tíz fordulóban meg a cserepadon ücsörgött végig. De be se küldték, tehát nem... azt hiszem az utolsó fordulóban két percet kapott. Úgyhogy nem tudom. Világos? hát akkor neki is azt ajánljuk egyik mind Nagy Ádámnak, hogy klub csere? Hát az a Palermo, ezt tudjuk, hogy elég fura egy hely. Tehát <haz> ott... ott, ott, ott nagyon, annyi edző forog, hogy nem, nem is tudom, milyen ilyen rotáció van folyamatosan. Nem, nem tudom, hogy ott mi történik. Teljesen ilyen fekete lyuknak tűnik nekem. Már eleve palermo igazolni érdekes döntés volt, de, de ez elején úgy nézett ki, hogy jó, jó, lesz, de úgy látszik, hogy itt azon múlik, hogy ki az edző konkrétan, csak mindig változik az edző. Palermóban most... igen, nagyon, nagyon sűrűn egyébként, de hát ott ugye az elnökség se Hát a leghigatabb, mondjuk inkább így talán. Igen, igen, igen. Meg is akar szabadulni, vagy nem tudom, hogy sikerült-e megszabadulni az elnöknek most a klubtól, vagy ki a tulajdonos, de el akarta adni a klubot, azt tudom. Úgyhogy nem, nem, a leg, nem, a legjobb a helyzet ilyen szempontból, hogy nincs nyugalom. De lehet, hogy jó, hát biztos, hogy jó tenne neki, hogyha tudna váltani. Mert szerintem a B az jó lenne neki egyébként. Nos, akkor most a műsornak az a része, ami állandó blokk. Kettő darab cikket fogunk kielemezni röviden a srácokkal. Ha már olasz fociról beszéltünk, az egyik buffonról szól. Ez a go.com weboldalon jelent meg, ennek a magyar változatán, és akkor felidézek a cikkből. Gianluigi Buffon képviselői Párizsba utaztak, hogy a veterán kapus lehetséges Paris saint germain való igazolásáról tárgyaljanak. A 40 éves kapus utolsó meccsét a hétvégén játszott a Juventus mezében. Habár korábban úgy gondolta, hogy az öreg helyére együtt a profi labdarúgástól is elbúcsúzik, Buffon nem zárkózott el a váltás lehetőségétől hogy máshol folytassa a pályafutását. Nos, először is, mit gondoltok alapvetően Buffon távozásáról? Mennyire fog hiányozni egyébként az európai klubfutballnak, És érdemesen 40 évesen a PSG-be igazolni, hogyha ezek a hírek valóban igazak? Hát nekem nagyon fog hiányozni, hát ő, ő, egy, ő egy ikon. Tehát Juventusos, de hát ő, őt azért tudom szeretnie még a Juventus mezőben is. Hát, folyamatosan, folyamatosan nevet, jókedvű, de azt Soma, so te mondtad, hogy mint hogyha a strandon lenne folyamatosan, és mindig vigyorog. Tehát ő egy ilyen felüdülés volt nézni. Sajnálni fogom, hogyha visszavonul. Ezt a, ezt a váltást egy picit furcsának tartanám, de hát nyilván van az a pénz. vagy hát nem tudom, hogy ez Egyben jó. évesen te is elmennél oda, nem? Hát lehet. <laughs> lehet nem tudom. Hát fura, fura, mert hogyha visszavonulna, szerintem jobb szájízzel gondolnának vissza rá a, a Juventusosok. Juventusosok, biztos, de úgy általában a foci szerető emberek. De hát nem tudom, őt ugye lehet, hogy nagyok a hitelei, vagy nem. <sú> <sú> nem tett félre, mindig elverte a pénzt. Nem, nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, tehát nyilván sok pénz. Soma bufon? Hát én, ugye, tehát én annyit nem láttam őt játszani, de, de az mindenképp megsüvegelendő, hogy arra emlékszik, hogy milyen Exodus volt, amikor a juventus kizárták az első osztályból. Tehát tulajdonképpen aki élt és mozgott, ugye Del piero kívül talán, mindenki elment onnan a fenébe, és hogyha igaz a, a plegyka, akkor neki is volt már egy ilyen megegyezése a, Milánnal akkor, de mégis ott maradt, tehát nekem így ez marad meg vele kapcsolatban, hogy, hogyha akkor ott maradt a Juventusnál, akkor ez, ez a váltás, ez nekem is olyan fura, hogy akkor most miért? De hát... Világos. A következő cikk egyébként az eltűnt, elfeledett, vagy talán felbukkanó magyar tehetségekről fog szólni. Ez a Nemzeti Sporton jelent meg. Bocsánat, hogyha nem teljesen úgy idézem, ahogy írva lett. Gólt a Real Madridnak, a Honvédnak, majd a döntőben a felcsúti Barcelonának is. A 11. Puskás Suzuki kupát nyerő geng, 15 éves magyar tehetsége Német András, aki Fokvárosban született, nagy Nagykovácsiban nőtt fel, játszott a Vasas Kubala Akadémia korosztályos csapataiban, mielőtt 2016-ban a belga genghez igazolt volna. Figyeljünk oda a srácra egyébként, és jó lenne kiaknázni az ilyen tehetségeket? Szerintem most, amikor ez a cikk, ugye ez felmerült, és megtárgyaltuk, hogy melyikről beszéljünk, és akkor lehet, hogy én, az én értelmezésem ment el egy kicsit, és nem, nem erre kellett volna, de, de nekem rögtön az jutott eszembe erről az igéről, hogy eltűnt magyar tehetségek, hogy ez azért egy kicsit olyan túlzásnak tűnik. Tehát én, én, is emlékszem ezekre a, a fiakorra, meg, de aztán ugye eszembe jut, hogy, hogy de bassza meg, hát Horvátországban, meg Szerbiában is vannak ugyanilyenek, csak vannak jók is, akik befutnak. Tehát ott nyilván ott mondjuk 300 ilyen eltűnik, és azokra nem figyelnek oda, de nálunk meg valahogy csak ezek vannak. Tehát olyan, mint hogy ez a visszatérve a statisztikára, ugye a nagy számok törvénye lenne, hogyha van sok tehetséges játékosod, akkor abból így nyilván a nagy része eltűnik, de csak megmarad, mint tudom én, 20-25, akiről meg lehet olvasni, és nem azt, hogy most a Budafokba beállt 77. percbe, hanem azt, hogy, hogy az Interbe játszik, vagy, vagy akárhol. Tehát, hogy ezek persze érdemes odafigyelni, csak miért csak ez van mindig, hogy a Tajti Mátyás odaigazolt, és akkor hát nem is tudom, két évig olvasgattuk a nevét, ami persze nem baj, csak aztán most ugye a Malaga B-ből azt mondja mindig, hogy most már fölkerül az ába, meg most már látta dekázgatni a már kiesett bal hátvédet egyszer, hogy azért az annyira távoli, meg Oké, okay. itt nekem igazából a 11-es Trontó Kovács István jött eszembe mindig, aki még mind a mai napig ugye tehetségnek számít, magyar futball közegekbe. be. Nem tudom, fura, fura ez a dolog. Ez Magyarországon történik csak így egyébként, hogy sokáig ajnározunk, vagy egyszerűen annyira nincsenek jó játékosaink, hogy hogy mindenkiben a megváltót látjuk. Szerintem ez az utóbbi, de ilyen lehet egyébként fehér orosznak is lenni, vagy bolgárnak. Tehát ott, ott se tudnék mondani ilyen játékosokat. Biztos, hogy ők is bíznak az összes 16 évesbe, aki egyszer gólt a Real Madrid cének. Oké, okay. vannak ilyen nagyon nagy fájdalmaid, akikre így visszagondolsz, hogy hát ők belük nem lett nagy játékos? Nem, én nem érzek fájdalmat. Egyáltalán, egyáltalán nem érzek senkivel kapcsolatban fájdalmat. De egy, igen, igen beszéltünk erről Somával délután is, és, és egyetértek vele. Tehát én is elkezdtem így a cikkkel kapcsolatban gondolkodni, hogy kiket lehetne felhozni, hogy ez itt a filkor, meg, ő, meg a többiek, a szokásos. És akkor így mondta Soma, is, és igaza van. Tehát, hogy ja, és vissza, ezzel kapcsolatban visszanéztük a, a, annak az U-20-as VB volt? VB, VB volt, volt, igen, végnéztük a kereteket. végignéztük a kereteket, a, ugye a német Krisztián, német Koman Vladimir, akik bejutottak az elődöntőbe. Ugye? Mert hogy ugye az a nagy, nagy fájdalom, hogy abból a csapatból mi lett. Mindig ezt hallgatjuk, hogy hogy ez is hol van, az is hol van, és ugye erre így megpróbáltuk megnézni, hogy mondjuk a, a német, meg az angol válogatott, meg a spanyol, mert ezek ugye elég jól hangzanak, hogy azok hol vannak. És igazából azok sincsenek sehol. Sehol. Tehát van egy. Két-három játékos, akiket most így megtudt, Tehát a Lars Bender, a Sven Bender, ezek ott voltak, de egyébként ilyen szukuta Passu volt a középcsatáruk, aki valamilyen Bundesliga 2-ből vagy valami ilyesmiből rémlik, de az, az azért nem egy karrier. Ja, és a legjobb, legjobb a gólkirály, a, nem jut eszembe hirtelen neve a, a Gánai Srác. Megnéztük most valamit, Táj csapatból küldték el éppen most free agent. Tehát aki gólkirály lett ott, tehát akkor most a gánaiak is biztos tartanak egy ilyen izé sessiont, és ú, az a, az, ad, ad, az a jó ad, 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 adja, a, ú, hova lettek ezek a játékosok, és mi van most. De nem, ugyanez van, tehát ugyanez van, csak ott több a játékos, és a nagyszámok törvény alapján több, itt kijön kettő, három, négy évente, és akkor ők, ők elérnek visz. És hogyha megnézed, meg ugye az nem, az nem, csak egy van, tehát nem az van, hogy az U20-as válogatott, hanem ugye ott a, az U16-tól minden korosztályban van ugye kettő-három játékos, és akkor onnantól kezdve már beszélhetünk arról, hogy, hogy akkor összegyűlik 20-30 játékos, nem az van, hogy abból a az is a 20 keretből kéne, hogy mindenki felmenjen a, mindenki, a felnőtt válogatottba, meg a számdóriában. Ez nonsens, hogy mindenki jó legyen, tehát hogy ez, így hülyeség. Csak az a baj, hogy tíz évente van egy ilyen utánpótlás csapatunk, egyetlen egy, és akkor ő rájuk hivatkozunk, hogy na azok hova lettek. A többiek se lettek sehova, az angolok meg a spanyolok, kettő-három befutott. Mennyire bízhat -e egyébként a magyar futball szurkoló mondjuk egy, a Ban, aki mondjuk, hát látható, hogy nemzetközi szinten is jól jó játszik, és nagy tehetségnek számít, főleg a korosztályát tekintve. Tehát érdemes rá úgy odafigyelni, mint megváltó tehetség, vagy csak szimplán bízzunk benne, hogy jó játékos lesz, aztán majd meglátjuk. Én erre az utóbbira szavaznék, mert azért mindent fölteszünk egy lapra, és megsérül, a komi van? <laughs> meg, megint megy a fenébe a következő tíz év, és akkor várunk valaki másra. Igen, meg ez, meg ez olyan ez olyan nyomás neki is, tehát hogy folyamatosan mindig, most nem azt mondom, hogy jó profi játékos bírja el a nyomást, de, de hogy egy emberre építsük azt, hogy, hogy majd jó lesz a foci, hogyha Szoboszlai vitt, amely kicsi lesz, két-három embert, majd a válló és a többi, és a több, többivel mi lesz? Hát ez nem azt hiszem jogos a kérdés felvetés. Itt a műsor végén van egy másik állandó blokkunk, ami a vagy-vagy, tehát mondok két állítás és ti rávágjátok, hogy vagy ez, vagy ez, akkor először Vili mondja, majd a választ, aztán Soma mindez öt kérdésnél, illetve nem is, nem is öt, hanem hetet írtam össze. Szóljatok, hogyha kezdhetünk? Kezdhetünk. Rendben. Az első kérdés így hangzik, Neymar vagy Griezmann? Griezmann. Neymar. Korrekt. Liverpool vagy Real Madrid? Liverpool. Real Madrid. Rendben. Következő kérdés. Ferencváros vagy Dac? Dac. Dac. Következő kérdés. Ferguson vagy Wenger? Ferguson. Én csak egyet hallottam. Ferguson. <laughs> Oké. Következő. Iniesta vagy Buffon? Buffon. Iniesta. Á, köszönöm. Következő kérdés. Bódog Tamás vagy Dárdai Pál? Ú... De... Mindkettőt nem lehet? Nem, választani kell. Nehéz. Én Dárdai. Legyen boldog. Egy Bódog. Bódog. Dárdai, Sampadi Dárdai. Rendben. És itt a végén. Sallai vagy Sallói? Sallói.

Jó, hát igen, ugye azért ma direkt azért hoztam őket föl, fiatalok, és sokszor összetévezték ezt a két játékost, úgyhogy azért gondoltam, bedobom nektek is ide, itt a poénként a végén. És amivel búcsúzunk a mai este folyamán, az pedig a három ajánlás, amivel készültek a nagy Kerúblokk szerkesztői. Ez ugye mindig lehet bármilyen kulturális termék, és a többi, és a többi. Ti mit ajánlanátok a saját követőiteknek, nézőiteknek? Akkor, akkor keddem, kezdem én. A, én egy, egy filmet, egy, egy ilyen YouTube csatornát és egy könyvet ajánlok. A, az egyik a Születésnap című dogma, dán Dogma film, 98-as, prima, egyetlen jó Dogma film, mindenkinek ajánlom. Fel is kell vezetni, vagy, vagy elég? Nem, nem, elég, hogy ajánlod. Oké, okay, akkor ezt ajánlom, a másik, amit nemrég találtam, egy ilyen a Ricky Gervais, nem tudom, hogy mennyire ismeritek, az hát már róla. Egy, egy stand-upos emberke, és ö, csináltak egy csomó ilyen podcastot 2010 környékén, és ilyen érdekes, ö, utólag készítettek belőle, hár, a három ülnek egy, ö, egy stúdióban, és, ö, és beszélgetnek ilyen vicces podcast, és utólag készítettek rá rajzfilmet. És ilyen tök érdekes, fönt van a, a YouTube-ban egy csomó rész, Ricky Gervais Show, ilyen Hát ők úgy, úgy, úgy írják le, hogy ilyen semmitmondó beszélgetések, de egyébként ilyen nagyon érdekesek, és rajzfilmbe átágyazó egy bittes formában. Nekem ez tökre tetszett. Ezt is ajánlom, illetve Joseph Hellertnek a 22-es csapdáját, a könyvet mindenképpen. Soma? Hát én kicsit rövidebb leszek, de én egy könyvet szeretnék ajánlani. Nathan Hill Nix, ez most jött ki szerintem magyarul mindenképp ajánlom, szeretném ajánlani a Black Sabbath nevű zenekar, de csak is tehát ez nagyon fontos kikötés, illetve egy filmet, a puszta formalitást. Nem mondom el, hogy mikor csinálták, mert azt nem tudom, úgyhogy... Úgy nehéz. Én is ajánlanék egyébként valamit itt, hogy a, nagy blogot mindenképpen nézzétek, akár a, a, Facebook oldalukat, lájkoljátok be, a leírásban megtaláltok mindenféle érést a srácokhoz, Youtube linket, Facebookot, Egyébként, hogyha nagyon mondjátok nekik, akkor Instagramot is fognak, fognak csinálni nektek. Igen, kész. Szóval. van. Igen. Jó, ez csak félkomoly fél válasz volt, de tényleg megtaláltok mindenféle elérhetőséget, az enyémet is. És ha már itt tartunk, még egy utolsó fontos kérdés, hogy mostanában viszonylag kevesebb uh, cikk jelenik meg egyébként az oldalatokon, ez minek köszönhető? Mili? Az idő, időhiánynak egyrészt, uh, én... Uh, Májustól a vidének a részmunkaidős scoutja is vagyok, úgyhogy az én részemről picit kevesebb idő jut a blogra, de igyekszem majd tartalommal feltölteni mindent. A Facebookot is, meg Instagramot is csinálunk lassan. Úgyhogy visszatérünk. Soma? Igen, hát részemről is egy ilyen időhiány lépett föl, mégpedig azért, mert jó magam és három derék munkatársam elkezdtünk egy ilyen játékos értékelő és módszertanon dolgozni. Hát nagyjából ugye, hogy felvezettük az eddigi beszélgetésben, ugye ugye a, a módszert az alap pillérei azok kirajzolódhatnak a hallgatók előtt. tehát én ezen dolgozom ugye a munkatársaimmal, úgyhogy vajmi kevés idő maradt sajnos a blogra, de, de hát próbálunk termelni. Hát amit én ígérhetek, az pedig az, hogy a hétvégén jelentkezzünk, illetve nem most most hétvégén, hanem most kivételesen a vasárnapi meccsrendezések miatt hétfőn este lesz a semleges térfél forduló kibeszélője, ugye erre mindenképpen menjetek rá, és a semleges térfél csatornánkon szintén csütörtökön nagyon úgy néz ki, hogy ott is egy scouttal fogunk beszélgetni, nem akarom lelőni, hogy mi, ki, ki ő, de valószínűleg hasonló témakörben akkor a kollég József kollégámmal együtt fogunk kérdezősködni, és ezen a csatornán pedig jövő héten szerdán ismét élő adás lesz. Nagyon-nagyon valószínű, hogy akkor is gólterápia lesz. További információkkal a Facebook oldalamon találkozhatok. Lájkoljátok be. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a műsorban. Mi köszönjük. Mi köszönjük, és sokáig ilyen ini ezt a... Mennyi lett a meccs? Mennyi lett a, a kupa? A kupa döntő jelenleg 2-2-re kettő áll, ez nagyon fontos információ, úgyhogy uh, meglátjuk, hogy lesz-e yes, Vagy lesz egy győztes, vagy, 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 hosszabbítás lesz. Ó, uh, meg kell nézni akkor a végét. Jó. Hát akkor a szép estét mindenkinek, jövő héten várok mindenkit szeretettel. Sziasztok! Hello!